Innovációs és Technológiai Minisztérium a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjával együttműködésben konferenciát szervezett. A minisztérium által támogatott kutatásfejlesztési és innovációs projektek megvalósítása során elért tudományos eredmények bemutatására. Elértünk egy olyan állapotot, hogy a vírushelyzet jelen pillanatban stabilizálni látszik. Az elmúlt egy, inkább másfél év most már viszont nagyon komoly munkával telt, és ebből a munkából az egyetemek, a kutatók, az orvosok kivették a részüket, és úgy gondoltuk, hogy az a tevékenység, amit a kutatásfejlesztés területén az elmúlt időszakban a vírus miatt végrehajtottuk, nézzük meg, hogy mit csináltunk, és megpróbáljuk ezt összefoglalni. Ma meghívtuk mindenkit ide, aki az elmúlt egy évben részt vett azokban a projektekben, amit részben a kormány, részben más forrásokból finanszíroztunk, és azt kell mondanom, hogy nagyon sikeresen abszolváltuk ezt a feladatot, több mint 200 nagyon komoly tudományos publikáció jelent meg. És hát én azt hiszem, hogy az, hogy Magyarország az egészségügyi eszközök területén, gyógyszerek területén, vakcina területén most már olyan általában vált, az azt jelenti, hogy a munka, amit elvégeztünk, az jó volt. Érdemes nagyon megállni és megnézni, mit tettünk. Ennek a negatív vírusnak köszönhető az, hogy a Szent Ágotai Kutatóközpontban levő virológiai laboratórium nemzeti laboratórium alakult. Ez egy kutatóhálózat, amelyik más dimenzióban tudja mindazt a problémát vizsgálni és megoldani, mint ami ránk köszönt tavaly év elején. Egy maroknyi emberrel nagyon sok projektet fogtunk össze, és tulajdonképpen azt kell mondani, hogy mi voltunk az ország keze, az összes koronavírus projektnek a megvalósítója, hiszen mi voltunk azok, akik a fertőzőképes vírussal dolgozni tudtunk és tudunk, ezért azt kell mondjam, hogy ide összpontosulnak azok a projektek, amelyek a koronavírus kutatásra kapcsolatosak Magyarországon. Ez a mai napig is a legfontosabb, a hatóanyagok és a gyógyszeres terápiás kezelésnek a fejlesztése, illetve egy másik fontos vonulat, a vakcinafejlesztési projektek jöttek még be, mint fő prioritás a kutatás területünkben. De igazából folytatjuk azt a tevékenységet, amit a járvány kitörésekor már megkezdtünk, tehát egészen a vírus genetikai anyagának karakterizálásán át az alapkutatásokon keresztül az immunológiai kutatásokon át.